Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Végre megint elővehettem a kis rendelős pakkomat, és megint elkezdtetek bontogatni. Az az igazság, hogy igen, nagyon szeretem az ilyen rendelős videókat, viszont hát a szállítási idővel vannak problémák, és most is szerettem volna előre felvenni a kibontósat, mert nagyon szeretném már látni... És szerettem volna előre felvenni mind a két kibontós videómat, kis haul videómat, ha mondhatom így, de sajnos nem érkezett meg az összes, úgyhogy itt van mellettem 11 darab ékszer, és azokat fogom nektek kibontani, és remélem, hogy hamarosan megérkezik a harmadik kör is, amiben a maradékok lesznek. Ez egy nagyon vegyes csomag lesz, fülbevalókkal, nyakláncokkal, gyűrűkkel, és azt hiszem, hogy ennyi. Itt van az egész csomag, icuri-picuri csomagok megint, mint a múltkor. Viszont nagyon izgatott vagyok már, úgyhogy nagyon szeretném elkezdeni, de még mielőtt belevágnánk a közepébe, hogyha nem láttátok volna az előző videóimat, amik itt meg fognak nektek jelenni, és leteszem őket a leírásba is, akkor azokat is nézzétek meg ezután a videó után, és végre most már kezdhetjük a videót. Most lesz egy kis nehézség egyébként a csomagolásokkal, mert nem mindegyiket azonosítottam be, úgyhogy előre nem biztos, hogy mindent el tudok nektek mondani, viszont a képernyőn mellettem ugyanúgy látni fogjátok, mint múltkor, úgyhogy szerintem arrébb is csúszok egy picit, hogy a vágásnál könnyebb dolgom legyen, és itt is van az első csomag. És teljesen véletlenül az első csomag egyébként, amit megfogtam, az a névadója ennek a videónak, ami nem más, mint egy 66 forintos nyaklánc. Amikor azt hittétek, hogy a gyűrűknél az olcsó dolgokról beszéltem, akkor még nem tudtátok, hogy tartogatok nektek más dolgokat is. Úgyhogy, hát lássuk, remélem, hogy nem fogom elvágni egyébként magát a nyakláncot. Ó! Azt írja egyébként, hogy Tiny Heart Necklace, és én ezt akárhogy nézem, ez nem heart, úgyhogy lehet, hogy nem is az a nyaklánc, amire én eredetileg gondoltam. Viszont erre emlékszem, hogy ez nagyon tetszett a képen. Azt biztosan tudjátok, hogy, vagy hát észrevettétek már rajtam, hogy nem annyira hordok ékszereket, tehát a gyűrűkkel kezdek megbarátkozni, viszont a fülem iszonyatosan érzékeny, és nagyon nem bírja a fülbevalókat egyáltalán. Nem tudom, hogy mire gondoltam, amikor megrendeltem ezeket a fülbevalókat is, amiket látni fogtok, de hát ki tudja, lehet, hogy vannak csodák, és majd pont ezt fogja bírni. És az első, az azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon kis cseles, egyszerű. Fogjátok ti azt onnan látni amúgy? Ez egy ilyen összefűzős kis cucc akar lenni, ami nyilván egy ilyen pólóval nem mutat annyira, de így ahogy megcsillan, szerintem látjátok, hogy miről van szó. Van rajta egy kis karika, amibe bele kellett dugni ezt a kis lógós részét, és akkor így lóg. Nem tudom, hogy fogom-e használni, vagy van-e olyan ruhám egyáltalán, amivel tudom használni, de ez az első, és egyébként nyilván egy picike lánc, de egyébként nagyon szép, tehát semmivel nem másabb, mint amiket a bizsusboltokba lehet kapni, szerintem. És egyébként nem is mondtam nektek, meg se említettem, hogy milyen színes sminkem van. Nem tudom, hogy mi történt velem, de amióta megvan a James Charles palettám, azóta késztetést érzek rá, hogy egyre színesebb sminkeket csináljak, és hát igen. Ez lett az eredménye a ma reggeli sminkelésemnek, remélem, hogy tetszik nektek, mert egyre több ilyet fogtok látni, azt hiszem. Közben kivágom egyébként az ágytakarót. A következő kis csomag, White Fire Opal, és erre az van írva, hogy gyűrű, 409 forint. Jaj, ezt tudom! Ó, ez nagyon cuki! Ó, kérlek, ez legyen jó, ezt nagyon vártam. Jaj, nézzétek, hát ezt imádom, mennyire kis aranyos. És ez egyébként rose gold, és a középső ujjamra tökéletesen jó. Ó, de cuki.
Jaj, na ezt tuti, hogy fogom hordani, ez nagyon aranyos. Bár az, hogy mitől opál, azt igazából nem látom, és nem is hiszem. Lehet, hogy összekevertem a dolgokat, most így, ahogy nézem. De hát majd látjátok mellettem, hogy igazából mi a helyzet, de ez egy nagyon cuki gyűrű. Egyébként még mielőtt tovább haladunk, megmutatom nektek a nyakláncot is, mert azt elfelejtettem. A nyaklánc így néz ki. Tehát igazából semmi extra, de ja. Következő csomi. Erre annyit írtam, hogy New Trendy Crystal, 289 forint, bár most már nem vagyok biztos semmiben. Wow! Ez a gyűrű, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy ismerőse, aki ilyen gyűrűt hord. 7-es méretben sikerült megrendelnem, és így néz ki. Vannak ott ilyen kis lyukacsok az oldalán, amiben szerintem kőnek kellene lennie. De nincs, és ez a 7-es méret, ami egyébként... Hát igen. Csak a gyűrűs ujjamra jó, úgyhogy ez egy viszonylag jó méretezés, bár kicsit olyan vaskos, tehát nem tudom. Lehetne finomabb, szerintem. De egyébként nem rossz, de következő, hát nem jövök rá, hogy mi akart a neve lenni, de ez is egy nyaklánc, 69 forintos nyaklánc, megint kiválasztottam a legdrágább nyakláncokat. Hol van? Ja. Őszintén megmondom, hogy nem emlékszem rá, hogy bármiből is aranyat rendeltem volna, mert nem kifejezetten szeretem az aranyt, mint szín. De eddig mind a két nyaklánc aranyban érkezett. De az amúgy látszik, hogy nem túl komplikált nyakláncokat rendeltem. Igazából ezt nem lehet elrontani, nem? Ja, de nyílik, jó. Pillanatra kétségbe estem. Bekapcsoltam, ahova tudtam. Amúgy nem rossz, egy kicsit nyitottabb felsővel, vagy egy garbóval, tök jó lehet. Oké, ez azt hiszem, hogy rajtam marad, mert miért ne? És jöhet a következő csomag, amit tudom, hogy micsoda, mert szinte nem lehet eltéveszteni tapi alapján se. 289 forint, 30 féle fülbevaló, bár a csomagra az van írva, hogy nyaklánc, de ennek fülbevalónak kell lennie. Ezt viszont tényleg megpróbálom szépen kibontani, nehogy félbevágjak valamit belül. Őszintén megmondom, hogy elég jó voltam matekból, és bízom is a képességeimben. Úgyhogy mondjátok azt, hogy nem én vagyok hülye, és ez nem 30. Ezt én akárhogy számolom, ez nem 30. Mindegy, azért kibontom, és tényleg lehet, csak rosszul írtam rá a dolgokat. Bár, sokkal szebbnek tűntek képen, azt kell, hogy mondjam. Nem ilyenre számítottam. Viszont le fogom őket tesztelni, és már most be fogok tenni egyet, és meglátjuk, hogy bírja a fülem ezt a kis AliExpress kalandot. De még mielőtt betenném őket, megmutatom, hogy így néznek ki. Nem rossz, de nem is jó. Melyiket tegyem be? Ezt a... Kis háromszöget, mit szóltok? Már ha még nem ford össze a lyuk a fülembe. Egyébként képzeljétek el, hogy van egy második lyuk is a fülembe, mert 16-7 évesen, 5-6, valahogy így. Én úgy gondoltam, hogy az nagyon király lesz, és mennyire fogom imádni, de egy az, hogy kicsit közel szúrták a kettőt egymáshoz, kettő pedig, hogy abba a lyukba még az aranytól is begyullad a fülem, és nyilván nem használok fülbevalót, viszont rendszeresen összeforraljuk, de ha mégis rájövök, hogy én ezt csak szeretném használni, és berakom az arany fülbevalót, amivel ugye ki is szúrták, egy nap alatt begyullad, aztán kiveszem, és egy hét alatt összeforr.
Na most ezt mondjátok el nekem, hogy ez hogy? Oké, a fülbevaló bent van, és akinek van fémallergiája, vagy fémérzékenysége, az tudja, hogy milyen érzés, mert már most érzem azt a kis bizsergős érzést, hogy ez nem lesz jó, de azért megpróbáljuk. Következő termékünk az elvileg egy nyaklánc, Shiny Circon, 162 forintos valami, és ez megint arany. Miért? Ennyire béna vagyok, és aranyat rendeltem, vagy ennyire hülyék? Ó, ez cuki. Ez csak egy kis kő. Úgy meglepődök, mintha nem én rendeltem volna, de így körülbelül egy hónap után egyébként higgyétek el nekem, hogy meg is lehet lepődni rajta. És tudjátok mit? Csak azért is ezt is fel fogom rakni, és az összes nyakláncot fel fogom venni, és 5 millió nyakláncban leszek. Viszont ez egy balkezes nyaklánc. Általában ugye jobb oldalról vannak ezek a kis pöckök, amivel be tudod kapcsolni. Ezen másik oldalt van, mert úgy áll jól a kis kő. Ops. És ha jobbkezes vagy, akkor bénázhatsz vele egy fél órát, mire fel tudod tenni. Azt itt, op, nem. Téves! Siker. Ez is cuki. Szerintem ezt is fogom használni. Tök régóta szerettem volna egy olyan nyakláncot, amin csak egy picike kő van. Nyúj. Ilyen viszket a fülem. Nem baj. A videó végéig bent hagyom, csak azért is. És gyűjtöm a nyakláncaimat. Tök jó! Amúgy nagyon élem. Na nézzük, mi van itt még nekünk. QC Simple Woman 180 forintos jewelry, tehát nem tudjuk meg, hogy mi van benne. Ilyenkor megkérdőjelezem a képességeimet. Azt kell, hogy mondjam. It's shiny! Hogy fogok kinézni a videó végére? Ez alumínium. Erre esküdni mernék. Szerintem, ha erősebben megszorítanám, akkor simán eltörne. De nem játszunk ilyet, hanem felrakjuk. Kellene szorosabbra. Sose voltam egy csókeres lány. Soha. Rühellem egyébként a garbókat is. Tehát nagyon bőnek kell lennie a garbó nyakának ahhoz, hogy én azt el tudjam viselni magamon. Úgyhogy nyilván így a csóker is kilőve. Wow! Hát ezt inkább megmutatom közelebbről. Most egyébként a... Aha, pont mondani akartam, hogy a legbelsőbe van és kicsit bő. Be se kapcsoltam rendesen, kezdjük ott. Na most van a legbelsőbe. És tényleg kicsit bő. Tehát rendesen nem maradott a nyakamon. Így. Na mindegy, ez is fent marad, és haladunk tovább. Úgy fogok kinézni a videó végére, mint valami páva. Megint csak fülbevalóról van szó, viszont erre már nem írtam semmit. Az igen. Ez ilyen nagyon kis basic, amiket lehet kapni, tudjátok így a nagyobb áruházaknak a külső részében. De hát, ezt megmutatom, mert talán ez egy kicsit béna. Ez egy kicsit el van csúszva. A másik köves egyébként nincsen. De viszket basszus. Oké, ezt kiveszem, mert ezt fogom piszkálni. Egy próbát megért, de... A jobb fülembe egyébként nem. A jobb fülembe próbáljam ki a másikat. Legyen úgy. A jobb fülembe berakom ezt a kis szürke csirivilit. Az ilyen fülbevalókat egyébként tök szeretem. Az ilyen kis bogyósokat, meg az egyszerű köveseket. És tegyem be a balba, nézzük meg, hogy meghal-e tőle. Nézzük meg, miért ne? Most, hogy megint be vagyok fülbevalózva.
előveszem a következő, egyébként nem rosszak, de olyan kicsit gagyik, nem mindegyik, mondjuk ez egyébként tök szép, tehát ezt simán el lehetne hordani, de úgy, hogy valószínű, hogy erre is be fogok gyulladni, így. Következő csomagunk elvileg egy gyűrű inlay single row, 147 forint. Júj, igen. Ú, ez legyen már jó, ez nagyon tetszett. Ez tűnik először az összes közül kicsinek. Wow! Ez nagyon szép! Wow! Ez nagyon-nagyon szép. Rendesen látszik egyébként. És pont jó. Rendesen látszik, hogy ezzel volt foglalkozva. Ez nem csak úgy oda vannak rakva a kövek, hanem nagyon szép. Új kedvenc. Na? Azért annak örülök, hogy nem mindent kell félre raknom. Tehát vannak olyanok, azt láttátok is, írtátok is az előző videóimnál, hogy látjátok, hogy használom, és igen, persze, hogy használom, hát ha jó, akkor használom. És örülök, hogy ebbe a csomagba is vannak olyanok, amit fogok tudni használni. Következő, Entry Lux Little Heart, 358 forint, elvileg fülbevaló. Nem emlékeztem, hogy ennyi fülest rendeltem. Aha, nem. Ez egy gyűrű. Nem is rendeltem ennyi fülbevalót. 8-as méret. Egy Marquise. Nagyon hercegnős. Kicsit túl hercegnős. De amúgy szép. Ez is cuki. Ez is tetszik. Ezt majd akkor fogom hordani, amikor éppen hercegnőnek érzem magam, de cuki. És amúgy ahhoz képest, hogy 8-as, egész picike. Még kettő csomagunk van hátra, az egyik, az egy nyaklánc, és erre megint nem írtam semmit. Ez ezüst, viszont nem látom, hogy lenne rajta bármi. Egy sima láncot rendeltem volna. Ja, nem, látom. Uh-huh. Wow. Choker! Oh. Látjátok, ilyen kis pöttyöcskék vannak rajta. Bővítsük a kollekciót a nyakamon, mit szóltok hozzá, és csapjuk fel ezt is a többi mellé. Ez is elég bő. Most vagy ezeket csinálják nagyra, vagy nekem van kicsi nyakam. Bár gőzöm nincs, hogy mekkora egy átlagos nyakméret. Kezdem kicsit furán érezni magam ebbe a sok nyakláncba. Írjátok meg egyébként, hogy ti használtok-e nyakláncot, vagy hordotok-e nyakláncot, és ha igen, akkor ennyit felraktok egyszerre? Mert nem tudom, nekem ez így fura érzés, de ha azt mondjátok, hogy amúgy működőképes tud lenni, akkor lehet, hogy elgondolkozom rajta, hogy én csinálok valamit rosszul. Az utolsó csomagunk, az a kedvencem, annyira van írva, hogy umode, és hogy 446 forint, viszont nincsen ráírva, hogy minek kellene benne lennie, úgyhogy nyissuk is ki, és derítsük ki, én azt mondom. Hoppá! Bársony szatyi van hozzá. Bár a cucc nem a bársony szatyiba van, csak mellé, úgyhogy... De egyébként kedves, értékelem az igyekezetet. Ez pedig két gyűrű, rose gold kövecskés, és megint 8-as, tehát... De bontsuk ki, mind a kettő ilyen kis viszonylag egyszerű karika gyűrűcske, vagy valami olyasmi. És ha 8-as, akkor a középső ujjamra jó, viszont ezen passzos. Ez egy jó 8-as, nem tudom, hogy ki vagy eladó, de ezt jól méreteztet, köszönöm. Még a végén nézzétek meg, itt egy jó napot zárok.
Ups, ez nem megy fel ide, ezt ide rakom, ezt ide. Hú, ha ezt meglátjátok, oda nézzetek, ezt nem rakom fel, mert ez egyáltalán nem tetszik, a kis karikásat. Itt van az összes gyűrű, kivéve az a kis karikás, közben igazgatok, csúsznak el, semmi baj. Hogy van az, hogy hordanak ennyi gyűrűt egyébként, hogy ne csúszanak el? És akkor így, hogy teljes bling-blingbe vágtam magam, egyébként ettől a fülbevalótól nem fáj a fülem, tehát nem folytatódott az a viszkető érzés, mint az előzőnél. Úgyhogy még a végén ezt lehet, hogy fogom tudni használni. És akkor így teljesen beékszerezve, én megköszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót. Írjátok le kommentbe, hogy nektek melyik volt a kedvenc terméketek. Nekem szerintem egyébként az utolsó gyűrű, ami párba volt, és ez a kis fonott, ez nagyon-nagyon tetszik. A többi közül nem biztos, hogy tudok dönteni, hogy onnan melyik tetszett a legjobban, majd meglátjuk, hogy melyiket tudom a legjobban hordani. De nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Hogyha esetleg még nem követnétek, akkor itt van az Insta nevem, ott is kövessetek be, nagyon szépen megköszönöm nektek, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!